Európa több nagyvárosában tüntettek hétfőn a klímaváltozás ellen, Londonban, Amsterdamban és Berlinben is utcára vonultak. A megmozdulásokat az összes helyen a magát a kihalás elleni lázadásnak nevező radikális környezetvédelmi mozgalom szervezte. Amsterdamban legkevesebb 50 tiltakozót őrizetbe vettek, miután egy sátrat állítottak fel az egyik főúton. Az elkövetkező két hétben világszerte több mint 60 nagyvárosban terveznek tömegtüntetéseket a környezetvédő aktivisták. Berlinben a Potsdamer placon tartották a hétfői megmozdulást. Jessica Zálc, az Euronews tudósítója következőképpen fogalmazott. A berlini tüntetés pont jókorra időzítették a szervezők, hiszen vasárnap derült ki, hogy a szövetségi kormány enyhített régóta várt klímacsomagján a kereszténydemokrata unió nyomására, ami miatt nem csak a környezetvédők, a civil szervezetek vannak felháborodva, hanem magának a CDU-nak, Angela Merkel pártjának több tagja is. Opposition und Umweltverbände sind empört. Jessica Salz für Euronews aus Berlin.